hangos durranások és villódzó fények, vigyázzunk kis kedvenceinkre az augusztus 20-ai tűzijáték alatt. Amerikát is meghódították, az év lepállója lett a csabai pálinka főzde. Novemberben nagy döntő, különleges rendezvényre készülnek a békés csabai dárcosok. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A tűzijáték fénye számunkra hangulatos kikapcsolódás, ám kis kedvenceinket megijeszthetik ezek a szín- és hanghatások. A szakemberek szerint éppen ezért augusztus 20-ai ünnep környékén különösen fontos, hogy vigyázzunk rájuk és megelőzzük a bajt. Az augusztus 20-án használt pirotechnikai eszközök hang- és fényhatásai a házi kedvencek számára akár sokkos pánikot okozhatnak. Duna Anikó, a Ketlentis Macskamentő Egyesület elnöke elmondta, egy magából kifordult állat emiatt félelmében akár támadhat, haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik otthonról. Még fontosnak tartom elmondani, hogy lehetőleg a tűzijáték idején ne bízzuk más felügyeletére. A saját gazdája legyen a cicákkal, mert tudom, hogy népszerű a hosszú hétvége nyaralás szempontjából, de akinek kisállata van, az tulajdonképpen már megszokta az évek alatt, hogy a hosszú hétvégéket feláldozza a kisállattartás oltárán. Így azt javasolnám, hogy a saját gazdáik vigyázzanak a cicákra. A szakemberek szerint fontos, hogy a várható esti hangzavar előtt egy nagy sétával, futkározással igyekezzünk lefárasztani kedvencünket. Egy félős kutyával nem javasolt a tűzijáték ideje alatt a szabadban tartózkodni, mert ott még védtelenebbnek érezheti magát. Legjobb az, hogyha a kutyánkat, cicánkat olyan helyre be tudjuk zárni, olyan védett helyre, ahol a hanghatásuktól védve vannak. Ha tudjuk, hogy mikor vannak ezek a tűzijátékok, ugye akár szilveszterkor is, arra igaz, nem csak augusztus 20-ára, vagy ha a szomszédban van egy buli, és ott szólnak előre jó esetben, hogy ott lesz egy kis tűzijáték, akkor is érdemes ezt megtenni. Érdemes állatorvoshoz fordulni akkor, ha kedvencünkről tudjuk, hogy hajlamos a szorongásra. Vizsgálat és átbeszélés után a szakember vényköteles nyugtatót is felírhat ebben az esetben. A tengeren túlon is bemutatkozott a békés csabai Árpád pálinka. A USA Spirit Ratings 2024 elnevezésű megmérettetésről a hungarikumok készítésével foglalkozó családi manufaktúra nemzetközi elismerések sorával tért haza. Többek között az év lepállója címet is elhozta. Az Árpád prémium gyömbérpárlatunk Amerikában ezen a versenyen nagy aranyérmet nyert, ami azt jelenti, hogy a pontok alapján 91 pontot kapott a szakmai zsűritől. Nagy Árpád, az Árpád Pálinka kóstolóház és mintabolt tulajdonosa elmondta, hogy az amerikai megmérettetésen a családi vállalkozás mindhárom beküldött terméke a legjobb minősítést kapta, így pedig a manufaktúra a legjobbak közül is kiemelkedett. A hungarikumokat előállító cégnek nem ez volt az első elismerése, hiszen folyamatosan keresi a bemutatkozási lehetőségeket. Márka keresi azokat a nemzetközi megmérettetéseket, ahol nem csak a minőség az elsődleges szempont egy bírálás tekintetében, hanem fontos a dizájn is, illetve a kettőnek az ötvözete. A 40 ország párlatkészítőit felsorakoztató amerikai versenyen a tengeren túli bírák magas pontszámainak és az aranyérmeknek köszönhetően az Árpád pálinka elnyerte az év lepárlója címet. Az, hogy a három termék mind a három nagy pontot kapott, tehát aranyérmet nyert, és ennek az összesítése alapján kapunk egy pontszámot, egy indexszámot, és ezekből lettünk ugye a legjobbak, mert mind a három termékünk ugye aranyérmes lett, és az év lepárlója díjat így érdemeltük ki. Hozzáteszem, rengeteg whisky, illetve gin készítő lepárló üzem mellett sikerült ezt az eredményt elérnünk. A családi manufaktúra tovább folytatja világhódító útját, hiszen a napokban a versenyt kiíró szervezet egy webináriumot tartott, ahol a nagy díjat nyert cégek mutatkozhattak be a döntéshozók előtt. A héten ismét visszatért a kánikula, ezért harmadfokú hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvos vasárnapig. A forró nyári napokon sokan választják a vízpartokat és a fürdőket hűsölésre.
A gyulai várfürdő több mint 20 élmény és gyógymedencével várja a kikapcsolódni vágyókat. A nagy nyári melegben sokan látogatnak ki erre a strandra, hogy elviselhetőbb legyen számukra a hőség. Teljesen a fürdőbe tudjuk így kibírni, a nagy melegbe. Teljesen jó és jól érezzük magunkat. A Békésvármegyei fürdő nem csak a magyarok körében közkedvelt, külföldről érkező turisták is rendszeresen látogatják a strandot. Triff Sándor és családja Erdélyben élnek, de minden nyáron több napra is belépőt váltanak a fürdőbe. Hát a gyerekeknek ezt élvezik a legjobban, a paradicsom gyermekeknek fürdőt. És amúgy körülnézünk, de a legtöbbet itten töltsük. Kun Miklós, a gyulai várfürdő ügyvezető igazgatója elmondta, a nyári szezon sikeressége kiemelten fontos az intézmény költségvetése szempontjából. Múlt hónapban több mint 104 ezer vendéget fogadtak, amely az elmúlt 10 év legerősebb júliusa volt. A fürdő egyik legsikeresebb medencéje a gyermekparadicsom, amely az országban is egyedülállónak tekinthető. Az egyik legjelentősebb és a családosok és a kisgyerekek számára készített attrakciónk az a mögöttem látható gyerekparadicsom. Ez egy nagy kapacitású, 2 évvel ezelőtt átadott installáció, és az országban talán egyik az egyedülálló gyermekparadicsom, amit minden gyerek nagyon szeret, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a vendégektől ezzel kapcsolatban. A nyár folyamán a várfürdőbe látogatókat számos alkalommal színes programok is várták. Ez ezen a hétvégén sem lesz másképp, ugyanis péntek este kezdődik a második Zumba Fesztivál, amelyre vasárnap délutánig várják az érdeklődőket. Prevenciós jelleggel első alkalommal szervezett tábort 8 és 14 év közötti gyermekeknek, a szenvedélybetegek támogatásával és rehabilitációjával foglalkozó életre váltó alapítvány. A Fiatal Családosok Klubjában megrendezett programon mese- és művészetterápiás elemekkel kiegészített önismereti foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek. A Dogland segítőkutya alapítvány 2 terápiás kutyájával, Majával és Legóval játékos formában ismerkedhettek meg a táborban résztvevő fiatalok. Elsősorban élményterápiát szeretnénk nekik nyújtani. Az a lényeg, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, elfelejtsék a napi problémákat ugyanúgy, mint a felnőttek, és hogy jól érezzék magukat. Nem a fejlesztésről szól a program, hanem hogy élményt kapjanak minél nagyobbat. A tábor szervezői a hét folyamán mese- és művészetterápiás elemekkel kiegészített önismereti foglalkozásokat tartottak a 8 és 14 év közötti gyermekeknek. Jól érzem magam, legelső nagyon féltem, de utána feloldódtam. Kedvesek itt a felnőttek, nem félek, a gyerekek is kedvesek. Kézműveskedünk, a kaja is nagyon jó. Az életreváltó alapítvány első alkalommal rendezett a szenvedélybetegségek megelőzését és a gyermekek érzéseinek kifejezését, öngondoskodásának fejlődését elősegítő tábort. A gyermekek kiválasztásában a Békés Csabai Családsegítő Központ nyújtott segítséget. Olyan családok gyermekei érkeztek hozzánk, akik hajlandóak voltak arra, hogy megengedjék, hogy egy kicsit betekintsünk az ő családi működésükbe. A cél az, hogy fenntartsuk ezt a csoportot, ami most ebből a kis közösségből kovácsolódott, és aztán később havi rendszerességgel önismereti csoportokat tartsunk 8 és 14 év közötti gyerekeknek. Az életreváltó alapítvány prevenciós jellegű gyermek táborának lebonyolításában több társszervezet, a Fiatal Családosok Klubja, a Mentálhigiéni és Egyesület és a Dogland Segítő Kutya Alapítvány segítkezett. Az a száj a diófákat is megviseli, a lombkoronák több helyen kiszáradtak, ez pedig a termés minőségére is hatással lehet. A külső zöldhéj rászáradhat a csonthéjra. A gazdáknak az előrejelzések szerint legalább 50%-os terméskiesésre kell számítaniuk. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Ez hatalmas nagy légköri asszály most már a diófáknál is nagyon komoly problémát okoz. Több helyen láthatjuk egyébként, hogy a lombkorona felülről elkezd kiszáradni, és ebben az időszakban még minimum 1 hónap kéne a dió éréséig, hogy utána jó minőséget tudjanak majd szedni, vagy szüretelni a diós gazdák. Nagyon komoly a probléma,
nagy mennyiségű víz hiányzik a talajból, és a diófákat bármennyire is öntözik, ezek a problémák sajnos kézzelfoghatóvá váltak. Én Polyák Pálhoz fordulok, aki őstermelő. Egyébként mennyire komoly a probléma? Tehát, hogyha megnézzük ezt a diós gazdaságot, itt hány fánál felfedezhető ez, mennyi vizet kapnak ők egyébként, és mennyi lenne még hátra ténylegesen az érésig? 1300 diófán termelünk diót, ekkora a gazdaságunk. Évek óta tart egyébként ez a probléma. Ezek a meleg nyarak, amik az elmúlt 2-3-4 évben megtörténtek, csak tetézik ezt a talajvíz problémát egyébként, mert azt gondolom, hogy a legnagyobb baj az, hogy a talajvizeket eltüntettük, tehát elengedjük a mindenféle hozzánk érkező vizeket, elfolyik a lábunk alól a víz, és amikor ilyen aszályos év van, és nem kapunk csapadékot, akkor a légköri aszály és a talajvíz hiánya egy ilyen kettős csapást mér mindenféle termelőre, legyen a szántóföldi kultúra, vagy zöldség, vagy gyümölcs termelő. Úgyhogy helyesen mondtad, nagyjából másfél hónapnyi lombra lenne még szükségünk ahhoz, hogy a diókat egészségesen le tudjuk szüretelni. Hogyha szétnézünk itt a kertben, akkor azt látjátok, hogy a fák tetejéről visszafelé elkezdte hullatni a lombot, és ma augusztus 13-át, 14-ét írunk. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma. Találkoztunk már ilyennel, de ennyire korán még nem. Úgyhogy próbáljuk megvalósítani az öntözést, de hát néhány köbméter tudunk adni a fáinknak mondjuk heti rendszerességgel, és azt már most látjuk, hogy ez nem elegendő. Amellett egyébként, hogy minőség és mennyiség beli romlás kézzelfoghatóan lesz sajnos, gondolom, hogy a fáknak az állapotát is ugyancsak negatívan befolyásolja ez a történet. Lehet egyébként ennyi öntözés után is, hogy akár kipusztulhat egy-egy diófa? Abszolút, ez meg is történik egyébként, több ilyet tudok mutatni az ültetvényen. Jellemzően a fiatalabb fák adják fel hamarabb, a nagyobb fáknak lejjebb ér a gyökérzetük. A diót is úgy kell elképzelni, mintha egy tükröt tennénk a talajszintre, tehát nagyjából ugyanaz látható a talajban, mint amit fönt látunk. Ezeknek a fáknak itt mögöttünk már 4-5 méterre is elnyúlhat a gyökere. Ott azért még valamennyit tud találni, a kisebb fáknak nyilván nem ér le ennyire, úgyhogy ők hamarabb feladják. És amit láttunk egyébként, hogy sajnos több diónál konkrétan a héja most már rá van száradva, és ez sem egy szép látvány. Ez mennyire tetten érhető, és ez is a nagy asszálynak köszönhető? Hát amellett, hogy nem szép látvány, gyakorlatilag lehetetlenné teszi arról a fáról a szüretelést, az a dió az nem lesz egészséges, az a bél az tönkre fog menni. Ugye, hogyha elhull a lomb, akkor a fában megszűnik a keringés, ez a zöld burok, ez rásül idő előtt a hát azt mondom, hogy nem félkész, de mondjuk olyan 70-80%-os érésű dióra, és ez egy szüretelhetetlen, hibás sérült termék lesz. Nagyon szépen köszönjük. Hát ahogyan hallottuk, és sajnos látjuk is a diófáknál, és magánál a diónak a mennyiségében és a minőségében is komoly romlás érzékelhető majd. Ugye a diónak a szedésekor, ez köszönhető ennek a hatalmas légköri aszálynak. Sporttal folytatjuk. Második hazai mérkőzésén lép pályára vasárnap a Békés Csaba 1912 előre. Csató Sándor együttese a tavasszal még első osztályú. Az NB2-es szezont azonban gyengén kezdő Mezőkövesdet látja vendégül a Kórház utcai stadionban. A csabaiak kiválóan mutatkoztak be hazai pályán az új idényben, hiszen 3-0-ra legyőzték az Ajkát 2 héttel ezelőtt. Kovács Gergőik ezt követően 0-0-ás döntetlent játszottak Soroksáron, így 3 mérkőzés után is veretlenek, és egyenlőre a védekezés is jól működik. Nyilván igazolja, hogy 1 gólt kaptunk, ugye azt is pontrugásból, aztán nyilván együtt vagyunk, össze vagyunk szokva, szerintem jól működünk, kisegítjük egymást, szerintem jól működünk hátul. A lilák 3 forduló után 5 ponttal az 5. helyen állnak, a vasárnapi ellenfél azonban nem kezdte jól a bajnokságot, a Mezőkövesd 1 döntetlen mellett 2 vereséget szenvedett. Csató Sándor vezetőedző szerint hozzájuk hasonlóan a borsodiak is jelentősen átalakultak a nyári szünetben, így mindkét csapat játéka javulhat még a közeljövőben. A támadásvezetéseink az, ami kicsit talán halványabb volt most Soroksáron. Ettől függetlenül ezekre mindenféleképpen mindig figyelni szeretnénk. Egy olyan csapat jön, aki tavaly késett az NB1-ből, nagyon nagy változásokon ment keresztül, úgyhogy kicsit ilyen sötét lónak számító
10x játékost igazoltak, nem tudom mennyire álltak még össze, úgyhogy mert is fel kell tudunk készülni. A mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Kórház utcai stadionban. Különleges rendezvényre készülnek a Békés Csabai Darts Sportegyesület tagjai a 2024-es év végén. A klub két regionális bajnokságot indított útjára, amelyek megkoronázása egy novemberi nagy döntő lesz, amely a külföldi kiemelt tornák hangulatát idézi majd meg. A szervezők az év elején két sorozatot hívtak életre, amelyeken az igazolt és az amatőr mezőny tagjai versenghetnek egymással 6, illetve 8 selejtező tornán. A megmérettetést egy nagyszabású döntő zárja majd, amikor a legjobb 16 versenyző lép a táblák elé. Ez egy nagyszabású show műsor lesz, a PDC világbajnokság hasonló mintájára szeretnénk megszabni, színpadi játékkal, közönséggel, hangulattal, 180-as dobásokkal, bevonulásokkal, tehát minden adott, hogy egy nagy szuper show-nak a játékosok részesei legyenek. A Békés Csabai Darts Sportegyesület kiemelt céljának tekinti az utánpótlás nevelését, a fiatalokkal és a sport iránt érdeklődőkkel Komlódi Péter foglalkozik. A szakedző ismertette, a heti rendszerességgel zajló edzések sok fiatal részvételével zajlanak. Hetente egy edzést tartunk, ugye maga a dalsport egy elég autodidaktív módon tanulható sportág, igazából különösebb szerepe nincs ilyenkor egy edzőnek, hogy a magának a sportágnak, a sportnak a alapfogásait bemutassa, és ezt követően ugye nagyon sok gyakorlása lehet ezt elsajátítani és pontosítani ezeket a mozdulatokat, ahhoz már egy külső szemként nyilván be tudok kapcsolódni, de önmagában ugye az otthoni gyakorlás, a napi szintű gyakorlásának működnie kell. Stvorec László, az egyesület elnöke, maga is sikeres, a soft szakákban többek között magyar kupát nyert játékos. Mint fogalmazott, a klub jelenleg 21 igazolt versenyzővel lép rendszeresen a táblák elé, de emellett mind felnőtt, mind utánpótlás korosztályban több szabadidős versenyengedéllyel rendelkező taggal, illetve versenyálmokat dédelgető darts kedvelővel rendelkezik. Szép számban, főleg így a régiós versenyeken, a Magyar Darts Ligának a versenyein szerepelnek a játékosok, illetve ami fontos, hogy több csapatot is tudtunk indítani a Magyar Nemzeti Bajnokságon. Három különböző osztályban három csapatunk is versenyez, illetve az egyéni versenyszámokban is, mind stíl, mind pedig soft szakákban képviseltetjük magunkat. A Békés Csabai Darts Sportegyesület következő eseményén az Open kategória versenyzői állnak a táblák elé augusztus 24-én, hogy biztosítsák helyüket az első Csaba Gyöngye Darts Gála döntős mezőnyében. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!